Ezen a most kiadott grafikonon látszik, hogy az Európai Unióban élők 7%-a érintett krónikus depresszióban. Az is látható, hogy Magyarország nincs túl rossz helyzetben e tekintetben a maga 5%-ával, ezzel az uniós országok utolsó harmadába tartozik. A mentális betegségek óriási szenvedést okoznak és rengeteg ember halálához vezetnek. A szakértők szerint 13,5 millió ember halálát lehetne megelőzni évente, ha nagyobb figyelem irányulna a mentális betegségekre. Ezt a figyelemfelhívást segíti az október 10-én világszerte ünnepelt Lelki Egészség Világnapja is. A világnap alkalmából a Nagykállói Sánta Kálmán szakkórházban is konferenciát rendeztek. A világnapon minden évben meghatároznak egy célcsoportot, akik kiemelt figyelmet kapnak. Ezek idén a fiatalok voltak. Ebben a felgyorsult világban, amiben élünk, a fiatalokat rengeteg olyan inger éri, amit vagy fel tudnak dolgozni, vagy nem. Borzasztó okosak. Nagyon sokféle dologhoz nagyon korán hozzájutnak, nagyon sokféle információval nagyon korán megismerkednek, de azért azt láttuk, hogy a kognitív fejlődés, és hát, hogy a gondolkodásbeli fejlődés és az érzelmi feldolgozás azért nagyon erősen szétválik egymástól. Belegondolunk abban, hogy még akár ezelőtt 20 évvel is ahhoz, hogy valamilyen információt feldolgozunk, arra volt valamennyi idő. Most viszont az internet idejében, a különböző közösségi médiákon keresztül híreknek a tömkelege éri el egy nap a fiatalokat, amikor aztán nagyon gyorsan túllépnek, de annak az érzelmi feldolgozása nem feltétlenül történik meg. RTI Ágnes szerint nem a tiltás, hanem a segítés a legfontosabb feladat ebben a helyzetben, hogy a hatás ne romboló, hanem építő legyen. Ezek a hatások azért hosszú távon még előttünk is kiszámíthatatlanok. Azt még nem látjuk szakemberek, hogy hiszen ez egy új keletű probléma. De azt azért látjuk, hogy a fiatalok körében borzasztó sok a stressz, érzelmileg esékenyek, amellett, hogy látszólag nem törődnek semmivel, és azt, hogy nagyon nehezen fogadják el a felnőtteknek a véleményét, mert hogy tulajdonképpen a saját kortársaikra hallgatnak. Viszont ha kortárs nevel kortársat, akkor abból lehet, hogy csak egy káosz lesz. A konferencián elhangzott, a mai felgyorsult világban a legnagyobb problémát a szorongás jelenti a fiatalok életében. A szorongás az Y generációnál sem más, mint az előttünk lévő generációnál, de ami biztos, hogy más, a megküzdési módok, az ember-ember kapcsolat kialakítása, és ez nem kedvez az önbizalomnak, annak a tendenciának, hogy hogyan tudnak működő emberi kapcsolatot kialakítani. Nagy Edit azt is elmondta, a fiatalok kapcsolataiban nagy változást hozott az online közösségi tér előtérbe kerülése. Ma azt látjuk, hogy két fiatal találkozik, csetel, valamilyen kütyüt nyomkod, ahelyett, hogy egymás szemébe néznének. A tekintet felvétele, az érzések kifejezése, a gondolatok átadása, a face-to-face helyzet vállalása mindig önbizalomhoz kötött. Az önbizalom pedig hiányzik, ehelyett valami ezt elfödi. Az elfödés pedig nem más, mint a narcisztikus önimádat. Ez a fajta tendencia, ami egy túlkompenzáció, nyilván az önbizalom hiány van mögötte, azt eredményezi, hogy magányos fiataljaink vannak. Nagy Edit hozzátette, ahhoz, hogy segíteni lehessen a fiataloknak a szorongásuk leküzdésében, elengedhetetlen a közösségek építése és a közösségi szinterek fejlesztése az offline világban is.